fordult a kocka, tanár úr, kérem, 52 év után most én fogok kérdezni. Én pedig, ha tudok, felelni. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2. jubileumra készül. 2010-ben ünnepi a Nagyszombati Egyetem alapításának 375. évfordulóját, egyben megemlékezik legújabb kori névadásáról. 1950-ben 60 éve vette fel tudós professzorának, Eötvös Loránnak a nevét. Ebből az alkalomból intézményünk rektora, Hudesz Ferenc professzor úr egy interjú sorozat készítését kezdeményezte, amely az egyetem jeles professzorait tervezi bemutatni. Ennek a sorozatnak a keretében találkozunk ma Székely György akadémikussal, egyetemünk tiszteletbeli professzorával, aki szinte hihetetlen 62. tanévét fejezte be idén, hiszen 1948 óta megszakítás nélkül oktat az egyetemen. Beszélgetésünk különös apropója, hogy professzor úr a közelmúltban filológiai pontossággal 2009. február 12-én töltötte be 85. életévét. Ebből az alkalomból tisztelettel gratulálok, jó egészséget és töretlen munkakedvet kívánok. Beszélgetésünk elején gyermek és ifjú korodról, családi hátteredről, iskolás éveidről kérdezlek. Milyen impulzusokat kaptál a gimnáziumi években? Hogyan alakult előéleted? Hát kérem szépen, abból indulnék ki, hogy kiváló középiskolai tanáraim voltak a Bolyai Reál Gimnáziumban. Ilyenek voltak, akiktől sokat tanultam. Bence István, irodalomtörténész. Kalló Zsigmond, néprajzos. Kincs Elek, történettanár. Vitéz Szabó István Andor, történelemtanár. Ugyanakkor azonban meg kell emlékeznem a családi és anyagi körülményekről, amelyek szintén hozzájárultak ahhoz, hogy ki milyen fokon tud tanulni. Bence István magyar irodalomtörténeti tankönyvével találkoztam először, és bár ez a háború éveiben jelent meg, benne volt Ady Endrének egy olyan költeménye is, amely a befogadó Magyarország képét ábrázolta. Ez a tanárnak a nagy merészségét mutatja, mert ebben van ilyen kifejezés, Gácsnak, Schwabnak és Zsidónak Grádics adatot. Tehát ugye, hogy beléphessenek Magyarországra és itt éljenek. Ilyen vegyes származásom van nekem is. Bármilyen szegény sorsúak is voltunk, a legfontosabb családi hagyomány az volt, hogy minél magasabb iskolákba járhassanak a gyermekek. És így kerültem ebbe a kiváló iskolába. 1938-ban a Váci utcában volt egy olyan könyvesbolt, ahol ingyen osztogattak olasz képmásolatokat. Ezek közül néhányat én ott akkor megszereztem. Nem tudtam, hogy kiket ábrázolnak ezek a képek. Az egyikről leghamarabb megtudtam, hogy ez Dantét, és mögötte Beatricét, a szerelmes hölgyet ábrázolja. Egy másikon egy fiatal ember vadászaton van ábrázolva, akiről később tudtam meg, hogy ez Medici Lorenzo, az egyik olyan személy, akinek a város történetével én későbbiekben sokat foglalkoztam, és a harmadik pedig egy reneszánsz jelenet, ahol egy hegy alatt díszes ruhában öltözött katonák és tisztek sorakoznak, és csak később nagyítóval fedeztem föl, hogy ennek a képnek tulajdonképpen a fő témája egy szentnek az élete, aki egészen piciként van ábrázolva és elrejtve egy barlang előtt. Ezek 1935 öntudatlanul is már engem irányítottak a későbbi reneszánsz kutatás felé. Érettségi után 1942-t írunk, a Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karára iratkoztál be.
egyetemi éveid olykorra, hogy Radnótit idézem, estek, amikor a történelem forgószele világokat döntött romba, és magával sodorva emberi sorsokat, katasztrófák árnyékát vetítette Európára. Kérlek, idézd fel ezeket az éveket. Az 1942-43 első félévi egyetemi anyakönyvben megjelenik a nevem, mint akit fölvettek, és föl van sorolva az, hogy milyen tantárgyakat vettem föl a jogi karon. Akkor az érettségi önmagában elegendő volt ahhoz, hogy az egyetemre bárki bejusson. Tehát nem volt külön felvételi vizsga. Mégis az Állam és Jogtudományi Kar dékánja megbízott egy gyakorló ügyvédet, Beck Salamon, híres magánjogászt, arra, hogy engem latin nyelvtudásomból megvizsgáljon. Egy ilyen beszélgetés volt is, aminek az alapján ő tájékoztatta a dékánt, hogy Székely György Gyula kellően tud latinul ahhoz, hogy római jogot és egyéb dolgokat tanuljon, és ezért automatikusan a dékán fölvett. Lehetett kérni a jogi kar dékánjától, hogy adjon engedélyt a bölcsészkaron való hallgatásra, amely tárgyak jegyei azután a jogi kari indexbe bekerülhettek. És így vettem föl történeti és filozófiai tárgyakat, és rendszeresen ezután minden évben történész és filozófus professzorokat, vallástudományi professzorokat hallgathattam. Főleg a jogtörténetre orientálódtam, és így kaptam Eckhardt Ferenc professzoromtól feladatot, hogy a Gyula méltóság történetével foglalkozzam, valamint Szent László harmadik törvénykönyvével, amelynek bizonytalan az időpontja és bizonytalan a születésének a körülményei. Professzor úr, az 1944-es év durva cezúrát jelentett egyetemi tanulmányaidban. Ez kétségtelen, hogy a különböző politikai, és ezen belül nyilvánvalóan az egyetemi jelenségek is a német szövetségeseinket egyre nagyobb bizalmatlansággal tölthették el. Ennek lehetett a következménye az, hogy valamennyi egyetemi hallgatónak tűzoltó szolgálattal meg kellett ismerkednie, és így minden második éjszakát kerületenként, ahol laktunk, a tűzoltóságon töltöttük el, és ott képeztek ki minket tűzoltásra. Kaptunk tűzoltó felszerelést is, amit hazavihettünk, sisakot, bárdot, és így tovább. És egy kis cédulát, amely a későbbiekben még fontosabbnak bizonyult, mint az egyetemi iratok, arra nézve, hogy szabadon járhat ennek a cédulának, mint tűzoltó a viselője bárhol. 1944. március 18-án a budai Dunaparton járva föltűnt nekem, hogy német katonai hajók álltak meg a parton, és abból kiszálltak és felszereléseket hoztak, különböző kórházi és egyéb berendezéseket, német katonák, ezeket és a legénységet a parton hagyták, és a hajók elmentek. Ez nyilvánvalóan az egyik mozzanata volt annak, hogy azon az éjszakán megszállták Magyarországot, és megszállták Budapestet is, március 19-én. Tovább kutattam, függetlenül attól, hogy egyre nehezettek a viszonyok, az egyetemi feladattémáimon, és így szintén egy emlékezetes nap, hogy 44 kora nyarán az egyetemi könyvtárunkban is megjelenhettem, és ott sárga csillag ellenére ugyanúgy kiszolgáltak, mint korábban, és nagyon érdekes, hogy a Gyula méltósággal párhuzamos közép-ázsiai viszonyokra orosz íróktól is angol és német nyelvű könyveket kiszolgáltak. Mindez az bizonyította, hogy az egyetem valamennyi hallgatójának vallás és származási különbség nélkül
katonai felmentvényt adott, ami azt jelentette, hogy átmenetileg, amíg a tanulmányok folynak, nem. És ez a felmentvény mit jelentett a későbbiekben? A későbbiekben nem tudom, hogy mit jelentett, mert egy idő után úgy véltem, hogy jobb ezzel nem élni, mert egyre nehezednek Budapesten a feladatok. Kizártak a tűzoltóságból, visszavették ezt a cédulát, megnehezült a közlekedés Budapesten, és így láttam jobbnak, hogy amikor katonai behívó érkezett, akkor ezzel Jolsvára utaztam, a Felvidékre, ahol egy bevonulási központ volt, ahová magyar, szlovák és egyéb környéken lakókat vonultattak be, és később kiderült, hogy Budapestről is ilyen kisegítő munkásokat, mint aminek szántak engem is, vonultatnak oda, és így kerültünk a 120-as vasútépítő századba. Itt megállapíthattuk azt, hogy a németek is legkülönbözőbb magatartásúak a munkásokkal szemben, és ennek a legszebb emléke az, amikor egy német vasutas volt az irányítónk, és egyszer azt mondta, Kinder, komm zum Feier, mein Vater war Sozialist. És akkor kivont minket a vasútról, és kávéval stb. Kínált, nem leplező az, hogy milyen politikai állásfoglalású, és tőle hallottuk először azt a kifejezést, hogy ez már pasli, amit akkor nem is értettem, ugye ez azt jelentette, hogy már a nagy visszavonulás folyik, és annak készítjük mi a vasúti biztosítékait, és a legutolsó állomás volt Komáromban, ahol iratok nélkül átmentem a Komáromi hídon, és ott egy német tábori csendőr elfogott, és átadott egy magyar járőrnek. Az így összegyűjtötteket a komáromi csillagerődbe gyűjtötték. Így kerültünk hosszú vasúti közlekedés után, keresztül Csehországon, keresztül Ausztrián, Bajorországba, ahol a Dachaui koncentrációs táborba kerültünk. Megérkezve német papok, akikről megtudtuk, hogy azok, voltak, akik fogadták ezt az egész menetet, és mindenkitől megkérdezték nevét, származását, honnan jött, hol fogták el, mi a foglalkozása. Ezt a vegyes gyülekezetet először gyűjtő épületekbe helyezték el, ahol a Közép-Európából hurcoltak mellett franciák, belgák, luxemburgiak is nagy számmal voltak, és itt először vettem a francia nyelvtudásomnak valamelyes használt. Megállapítottuk azt is, hogy különböző helyeken angol civileket is elfogtak, és itt az internálótáborban tartanak, akiknél az angol nyelv ismeretének is vettem használt. Utána azonban szétosztották a társaságot már eredet szerint, és így külön épületbe kerültek a Magyarországról, Lengyelországból és Csehországból oda kerültek. Minden blogban azt hirdették ki, hogy aki zsidó, az a főtéren, úgynevezett Appelplatzon gyülekezzék, szoba parancsnok, Stuben Eltester címmel, Kubala lengyel plébános volt. Na most ugyanez a plébános kiválasztott olyan zsidónak számító és így bejegyzett foglyot, aki nem emiatt, hanem politikai tevékenység miatt volt elítélve, és ezek helyett lengyel katolikus foglyokat jelölt ki a csoportba, amelynek el kellett hagynia a fogolytábort, és akkor vonaton, most már téli felszereléssel ellátva,
és nagy csomagokkal, ételcsomagokkal megajándékozva vittek minket. Ugye nem is értettük ekkor, hogy miért ez a nagy megkülönböztetés. Természetesen az, hogy foglyok voltunk, azt a csíkos öltözetünk, valamint a téli kabátok hátán lévő nagy András keresztek mutatták mások számára, nehogy összekeveredjenek velünk. Így jutottunk el a Bajor Alpokba, ahol egy éjszakát egy ilyen szédabogjában elbújva töltöttem, és megállapítottam reggel, hogy már amerikai csapatok veszik körül ezt a dombot, amelyről később megállapítottam, hogy úgynevezett gettó csapat, amennyiben minden tagja néger volt, és csak a tisztjeik voltak fehér amerikaiak. Későbbiekben is sajnos ezt tapasztaltuk, hogy a rasszizmus Amerikában is elég erős, társadalmilag sem érintkeztek az amerikai fehérek ezekkel a négerekkel, sőt olyan eset is volt, amikor megkérdezték a jelenlevőket, hogy kivel óhajtanak együtt ülni, a fehérrel vagy a négerrel, mert ők egymással nem. Ez a hely volt Mittenwald, ami egy hegyi vadász kaszárnya volt, és ennek hamarosan felfedeztem, hogy milyen gazdag könyvtára van. Tele volt svájci hadtörténeti és jelen háborúval foglalkozó irodalommal és folyóiratokkal, amelyekben már a svájciak nyíltan megírták, hogy Németország elvesztette a háborút, de ezek sem voltak kiemelve a könyvtárból. Valamint az én kutatási témám szempontjából is találtam Közép-Ázsiával foglalkozó némettől írott vagy németre lefordított munkákat, amiből tovább dolgoztam, mintha mi se történt volna, a Gyula Méltóság történetén, és egy alkalommal lehetőség nyílott arra, hogy minden fölszabadult fogoly egy üzenetet küldjön Magyarországra, amit az amerikaiak közvetítenek, és erről tájékoztattam Eckhardt Ferenc professzoromat, hogy életben maradtam, és a témán tovább dolgozom. Szinte hihetetlennek tűnő történet. Hogy alakult életed hazatérésed után? A hazatérésem volt olyan egyszerű. Először az amerikaiak egy határozattal egyenlősítettek mindenkit, aki fölszabadult. Később egy újabb amerikai rendelkezés ezt tovább tisztázta, és a hadifoglyok közül újra kiválasztották azokat, akik deportáltak voltak. Ezeknek a megjelölése displaced persons, áthelyezett vagy helyüket vesztett személyek. Így kerültem vissza, hosszú, egészen 1945. szeptemberig való németországi tartózkodás után Magyarországra. És természetesen rögtön megjelentem az egyetemen. Erre is érdekes dokumentumok vannak. Az 1946-47 első félévi anyakönyvilap, 1947. január 21-i abszolutórium, és ezekben, mintha mi se történt volna, ugye a tanulmányok folytatása és lezárása vált lehetővé. Így lettem államtudor, ami után azonban még ugye hosszú szakvizsgák, szakdolgozat írása, amiben a Szent László harmadik törvénykönyvéről megállapítottam, hogy ez Salamon király idején keletkezett. És így különösen az új tanáraim közül Hajnal István volt az, aki nagy hatással volt rám, aki a francia szellemet és a szociológiai szemléletet vitte be a történet írásba, és akinél számos később jeles történész ugyancsak tanulmányokat folytatott. Milyen volt pályakezdésed? Hol dolgoztál? Melyik volt első munkahelyed? Egy ideig dolgoztam a Földművelési Minisztériumban, ahol Dobi István volt a miniszter.
Azután átkerültem a jóvátételi hivatalba, ahol orosz és jugoszláv szállításoknak voltam a referense, és emellett érdeklődtem természetesen az iránt, hogy az egyetemen milyen gyakorlati munkát kaphat az, aki már ilyen fokozattal rendelkezik, és így kerültem Molnár Erik professzornak a katedrájához, ahol az első fél évben, mint díjtalan gyakornok, esti tagozaton latin források szemináriumát vezettem. A későbbiekben, amikor a tudományos élet is kezdett helyreállni, megalakult az úgynevezett Kelet-Európai Tudományos Intézet, amelynek a történeti részlegébe engem átemeltek, szintén mint gyakornokot először, és kezdetben Kosári Domokos bibliográfiai kiadványának a munkálatain dolgoztam. Különböző címeket kellett fölkutatni, különböző címeket, oldalszámokat, stb. Kellett ellenőrizni. Ez volt tehát az első tudományos tevékenységem, és a Valóság című folyóiratban meg is jelent egy cikkem, ami erről a salamonkori történeti forrásról szólt. 1950-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem átalakult Eötvös Loránd Tudományegyetemmé, és ezzel együtt elvárták az egyetemtől a korabeli uralkodó hivatalos szellemnek megfelelően, hogy reformokat hajtson végre, amelyek mind tematikailag, mind szervezetileg voltak igen ellentmondásosak. Már a kortársaknak ugye föltűnt, hogy túl siettetik ezeket a reformokat, és hogy számos olyan lemásolása történt a szovjet példának, ami az ottani hatalmas méreteknek megfelelő intézményeket a mi kis egyetemünkre egyszerűen átemeltek. Tehát ilyen jelenség volt a karoknak az átszervezése, amennyiben a bölcsészettudományi kart nyelv- és irodalomtudományi karra és történettudományi karra osztották szét, ami arra vezetett, hogy a legjobb szakpárosítások, amelyekkel korábban elhelyezkedhettek a pedagógusok, megszűntek, szétváltak, illetőleg utána ugyanazzal a formával kellett élni, mint a felszabadulás előtti egyetemen ez természetes volt, hogy dékáni engedéllyel a másik karon is órákat vehessen föl. Politikailag is egyre növekedett a feszültség, és nagy személyi változások történtek a minisztériumi szinteken, és ennek volt az egyik következménye az, hogy magasabb állásokra szintén azt kell mondani, hogy különösebb ambíció nélkül egyszerre csak fölemeltek engem. Erről is van egy 1956. január 25-i személyzeti osztályvezetői levél, amelyben a minisztérium értesíti az egyetemet arról, hogy Székely György Gyulát kinevezték egyetemi docensnek, és a történeti tanszék ideiglenes vezetésével bízzák meg. Professzor úr, mielőtt oktatás szervező tevékenységedről beszélgetnénk, visszakanyarodnék még a tanárra, az oktatóra. Ebből a tevékenységedből mit tartasz fontosnak, említésre méltónak? Először Molnár Erik sokoldalú elfoglaltsága miatt magyar történelemmel foglalkoztam. A későbbiekben egyre inkább az egyetemes történet felé orientálódtam, és ebben volt nagy szerepe azoknak a képeknek, amiket 1938-ban megszereztem, és amikor ezeknek a Dante
forrásoknak elemzése, tehát nem csak a költeményeinek, hanem a politikai elméleti írásainak a fejtegetése is. Azután Lorenzo Medici és általában a Mediciek Firencéje megismerése és forrásainak a földolgozása egyre inkább az egyetemes történet felé vonzott, és a későbbiekben már ilyen órákat tartottam. Ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy természetesen a forrásgyűjtésben, valamint a könyvek rendelésére vonatkozó javaslatokban ezek fokozottan érvényesültek, és még keletebbre kellett azért is tekintenem, mert a Hunyadiak kora az egyre inkább összefüggött a török elleni harccal és a török elleni védelemmel, aminek a forrásait kutatva pedig először az Oszmán Birodalom, azután Perzsia felé tekintettem, és később, ami még azon túl van, ami keleten van, az oszmán hatalom hátában, és így az egyik legfontosabb tényező volt a nándorfehérvári diadal, amire emlékszem, hogy amikor erről az egyetemi órán beszéltem, és elvonultak a török hadak Nádorfehérvár alól, akkor az ott ülő hallgatóság tapsviharba tört ki, ami természetesen nem az én előadási sikeres stílusomnak szólt, hanem annak, hogy ott érezték magukat Nándorfehérváron, Hunyadi és Kapisztrán keresztesei között. Kik voltak a munkatársaid, kikkel dolgoztál együtt a tanszéken? Hát kérem szépen, a legjelentősebb személyiség, akinek itt a könyvtára alatt ülünk, Hunyadiné Balázs Éva volt. Ő volt az, aki a felvilágosodás korával foglalkozott, és nagy francia kapcsolatokat tudott kiépíteni, ami a könyvtárának az összetételén is látszik. Azután Elekes Lajos professzor volt, aki a 15. századi magyar rendi állam, államszervezés, honvédelem kérdéseivel foglalkozott különösen, valamint a magyar-román viszonynak, mint erdélyi származású volt kitűnő ismerője. Unger Mátyás volt a fiatalabbak közül, aki különösen a pedagógiai érdeklődést is föl tudta kelteni a hallgatókban. Esz Jónás Ilona, aki a francia történelem felé fordult elsősorban, és ő is a középkori óráknak az egyik fő szereplője volt. Tehát azt kell mondanunk, hogy kitűnő gárda volt, és emellett még alkalmilag a Történettudományi Intézetből is voltak előadók, akik közül különösen Ervárkonyi Ágnes volt az, aki a későbbiekben már az egyetemen folytatta a nagyon sikeres pályafutását, és aki a Kuruc korral és azon belül is elsősorban Rákóczi korral foglalkozott. Oktató munkád, de elválaszthatatlanul összefonódott oktatási igazgatási, oktatás szervezési tevékenységeddel, hiszen 1953-tól a tragikus sorsú Ithod Zoltán oldalán akkor különvált történettudományi karnak voltál a dékán helyettese, 55-től rövid megszakítással 62-ig az egyetem rektor helyettese, és ez a funkció később még visszatért, közben pedig az Egyesült Bölcsészettudományi Kar dékánjaként is dolgoztál. Meg kell különböztetnünk természetesen az 1956-os időszakot és a későbbi úgynevezett konszolidáció időszakát, és a még későbbi kádári reformoknak a korszakát, amikor ezeket az említett tisztségeket betöltöttem. Akkor először az 1956-ról. Kinn voltam Itáliában egy konferencián, ahol kezembe került az Il Messaggero folyóirat, vagy napilap, és ennek a címlapján ott olvastam, hogy Magyarország a
a Sztálin talanítás élvonalában, ez egy vezércikknek volt a címe. Innen értesültem, hogy otthon valami történik. Amikor a konferenciának a vége volt, akkor fölültem a vonatra, és hétfő reggel az órára meg tudtam jelenni. És ott megállapítottam azt, hogy rajtam kívül alig van ott valaki, és az egész egyetem kong. Az óra tehát elmaradt, és átmentem a rektori hivatalba, ahol ugye kiderült, hogy nagy feszültség van, és a minisztériumtól engedély érkezett az egyetemre, hogy föl lehet vonulni a minisztériumhoz, és azt is megüzenték, hogy mit helyes követelni. Tehát ugye maga a minisztérium is kezdeményezett bizonyos nagy reformokat, és elvárta, hogy azt követeljék, úgyhogy ez volt az 56. október 23-i felvonulás. Felvonulás azonban forradalomba ment át. Az egyetem először bezárásra került. Tehát ez azt jelenti, hogy láncokkal át volt kötve a rektori hivatal fémkapuja. Két egységét elhagyó katona azonban fegyverrel kényszerítette a portást, hogy kinyissa ezeket, és attól kezdve az egyetem szintere lett különböző bizottságok alakulásának. Ezek közül a legjelentősebb az egyetemi forradalmi bizottság. Utána azonban ezt is a szerepéből kiszorította a Magyar Értelmiség bizottsága, amely Kardos László vezetésével ott ülésezett a rektori hivatal termeiben. Én buzgón jártam mindegyik épületbe, ezekkel a forradalmi bizottságokkal kapcsolatokat teremtettem, és fokozatosan az intézményes hatalom is átkerült ezeknek a bizottságoknak a kezébe, és itt Varga János professzor és későbbi levéltári főigazgató szerepét emelném ki, aki a forradalmi bizottságban a legaktívabb volt, és az ifjúsággal a legélénkebb kapcsolatokat tudta tartani. Említetted azt, hogy rövid megszakítással voltam. Igen. Hosszú időn keresztül ilyen adminisztratív szerepben. Ez úgy történt, hogy átmenetileg, mint aki a forradalomnak engedett és a hatalmat átadta, kompromittált személynek számítottam, pártba nem vettek vissza, és rektorhelyetteségről is leváltottak, és Samueli Tibor lett a rektorhelyettes. A későbbiekben Marosán György, a politikai vezetők közül nagy figyelmet szentelt az egyetem működésének, többször megjelent az egyetemen, gyűléseket tartott, és ő segítette elő, hogy visszakerüljenek a posztjukra azok, akik kikerültek a túlzott megtorlás következtében. Így újra visszakerültem a rektorhelyettesi székbe. Őrsi Gyula későbbi rektorról említeném meg, hogy ő egyszer egy humoros említésében engem így jellemzett. Székely György általános és különös rektorhelyettes. Ugye ezzel humorizált arról, hogy minden problémával képes vagyok, mint hogy aki ismerem erről, arról az oldalról foglalkozni. És így következőket kellene még megemlítenem. Az első ilyen nagy eredmény az, hogy a hagyományos karokat sikerült helyreállítanunk. Tehát ez a fölösleges kettősség megszűnt, és létrejött újra a bölcsészettudományi kar. Hasonlóképpen helyreállt a természettudományi kar, amely szintén fölöslegesen több részre volt aprítva. Akkor előtérbe került az egyetem rekonstrukciója és modernizálása. Itt akkor megemlíteném azt, hogy átmenetileg az egyetemi rekonstrukciós bizottságnak is elnöke voltam, és akkor az a lehetőség volt, hogy
a Fehér úton kapjon az egyetem hatalmas telkeket, ahol fölépítenének egy új egyetemi kampuszt. Ezt azonban a nagy távolság miatt az egyetem számos professzora ellenezte és elutasította, nem gondolva arra, hogy ezzel hosszú időre elnyúlik, vagy átmenetileg lehetetlenné válik a rekonstrukció és a modernizálás, és csak jóval később került sor arra, hogy a Lágymányoson a Műszaki Egyetem mellett kapott az egyetem lehetőséget a mai Pázmány sétány körüli épületeknek a kiépítésére. Akkor szintén foglalkoztam az egyetemi kulturális munkával. Ebben nagy szerepet játszott az egyetemi színpad, egyetemi énekkar, egyetemi koncertzenekar. Itt különösen meg kellene említenünk dr. Baross Gábornak a nevét, aki közelmúltban hunyt el, aki nagy sikereket ért el abban, hogy ezek az együttesek külföldre is kijussanak és ott szerepeljenek. Moszkvától az Egyesült Államokig. Következő tevékenységünk volt a teológiai kar visszacsatolásának a megkísérlése, hogy az eredeti egyetem a Pázmányi alapításnak megfelelően helyreálljon. A későbbiekben azonban az egyház és a pápaság más irányt vett ebben a tekintetben, és az olasz mintának megfelelően a külön katolikus egyetem létrehozását javalta, aminek következtében viszont a többi felekezetek is, bármilyen kicsinyek esetleg, külön egyetemek létrehozását kezdeményezték. Ugye így jött létre a Károli Gáspár református egyetem is, valamint evangélikus egyetem is. Még megemlíteném az Ötvös Kollégiumnak a helyreállítását, ami szintén azt mutatja, hogy az eredeti intézmények esetleg új, modernebb szellemiséggel szintén az egyetemnek a fontos részei, és elit képzésnek egyik fontos intézményeként fogtuk föl. Az egyetemi képzés mellett a főiskolai képzéssel is kellett foglalkozni, és akkor merült fel az, hogy kívánatos, hogy az egyetemek főiskolai karral is kiegészüljenek. Külügyirektor helyettes is voltam egy ideig. Ami hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországnak a külkapcsolatai távoli országokkal is egyetemi szinten megerősödtek. És itt akkor megemlíteném Polinszky miniszternek a szerepét, aki ilyen nagy látókörű ember volt először, és azután pedig Köpeci Béla miniszternek a szerepét, aki megint más irányokban tovább fejlesztette ezeket a egyetemi kapcsolatokat, amiben természetesen a mi egyetemünk nagy szerepet játszott. Oktató munkád, oktatásszervezeti tevékenységed szilárd bázisát jelentette, rendkívüli sokrétű, számos vonatkozásban úttörő jelentőségű tudományos munkásságod. Hogyan jutottál el László király törvényeitől a középkori Magyarország és a középkori Európa komplex szemléletű gazdaság, társadalom, egyház, jog, had és művelődés történeti szempontból történt feldolgozásaig? Mit tartasz publikációs tevékenységedből, kutató munkádból legjelentősebbnek, a legfontosabbnak? Mindenfél évben más témával szerettem foglalkozni. Tehát nem voltam olyan tanár, mint akik vannak sajnos olyanok is, akik minden évben ugyanazt a szöveget olvassák föl. És így a legkülönbözőbb oldalakról közelítettem meg a középkort. És mai szemmel is azt mondom, hogy elhelyezve ezt a Szent László harmadik törvénykönyvét különböző összefüggésekbe, akkor az egyik ilyen jelenség volt az a fölismerés, hogy az Árpádház különböző ágait, különböző személyiségeit hogyan támogatták nyugatról a német-római császárok és délkeletről a bizánci császárok. Tehát ugye ez volt egy ilyen út, ami átvezetett a magyar történelemből az egyetemes történelembe. Akkor
Ezeknek a következő vetülete az egyházi szervezés volt. Melyik királyokat és királyjelölteket támogatták, vagy ellenezték különböző pápák? Hogyan váltak ennek megfelelően a királyi ház különböző tagjai uralkodóvá, részuralkodóvá, vagy száműzötté? Hol kaptak ezek menedéket? Ugye ez megint átvezetett arra, hogy részben az említett nyugati területeken, részben Bizáncban, részben Oroszországban is az útjukat követni kellett. A következő ilyen tényező most már ezeknek a külföldi szereplőknek egymáshoz való viszonya föltárása. Tehát így kellett foglalkoznom a német-római császárok és a pápák küzdelmeivel. A balkáni változásokkal, eltolódásokkal, és mindezeknek a lecsapódása a hetedik Gergelyről írott életrajzom. Meg kell azonban említenem, hogy ezzel sem látom lezártnak a kérdések megvilágítását, mert továbbra is foglalkoztatott a nagy ellenfél, IV. Henrik császárnak az uralma és az ő tevékenysége, illetőleg az egyházzal való viszonya, és erre további nagy anyagot gyűjtöttem össze. És most jutunk el akkor a 80-as évek nagy kalandjához. Igen. A Budapest Történeti Múzeum főigazgatói funkciójának a betöltéséhez. Hát egyszer 1982-ben kaptam egy telefont a fővárosi tanács illetékesétől, illetékes helyettesétől, hogy megürülőben van, egészségi okok miatt a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatói tiszte nem vállalná el azt. Nagy, gyors elhatározással igent mondtam rá, és így kerültem a múzeum élére, ahol az egyik fő feladatom az volt, hogy gyűjtő és kiállító tevékenység mellett valamely múzeum kutatóhely is legyen, tehát szerezzenek tudományos fokozatokat a legtehetségesebb munkatársai, valamint több oldalú tudományos publikációkat, forráskiadványokat is adjanak ki a vezető múzeumok. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a 85-ös egyetem történeti kiállítás mellett nagy élményem volt a következő évek, még főigazgatóságod idejére első kiállítása és Budavár visszafoglalása, vagy a nagy európai erőket megmozgató Zsigmond kiállítása. Ezt is még én készítettem elő, de mikor megnyílt, akkor már csak mint látogató egyetemi professzor voltam ott. 1994-ben nyugdíjba, de nem nyugalomba vonultál. Hogyan telnek nyugdíjas napjaid? Milyen tervek foglalkoztatnak? Hát kérem szépen, az egész eddigi beszélgetésből számomra az a legfontosabb probléma, hogy ezek mind a múltban nézésnek voltak a terei. Én azonban még mindig bármilyen koros vagyok, nem mondom azt, hogy idős vagyok, de koros vagyok, előre nézek. Tehát ugye amiket felsoroltunk, mint feladatokat, hogy mi az, amit még meg kellene írni, ezeket számon tartom. Valamint a különböző olyan bizottságokban, ahol rám szükség van, mindig aktív szerepet játszok. Olvasói nyilván nagy érdeklődéssel várják még ezeket a munkákat. Befejezésképpen arra szeretnélek kérni, hogy próbáld megfogalmazni az ARSZ-t, a tanári kutatói tevékenységednek a hitvallását. A múlt és a jövő összekötője a következő téma is, és ezzel szeretném befejezni a mondani valóimat. Amikor azt az érettségi tételt kaptam kidolgozásra, miért ölte meg Bánkbán a királynét?
ez volt az érettségi tételem, amikor sose gondoltam arra, hogy ezzel még foglalkozni fogok, vagy ez foglalkoztatni fog. És íme a legutóbbi megjelent tanulmányom Gertrúd királynéről szól. Erre az alkalom abból adódott, hogy Szent Erzsébetnek volt egy jubileum, ahol én nekem ez a szerep ült, hogy édesanyjáról beszéljek, és akkor ez megint a bánk-bánk kérdéshez vitt el. Hasonlóképpen a hadtörténeti gyűjtemény összeállításánál megint találkoztam ezzel a példával, mi történt akkor, amikor II. András királyunk többször hadjáratot vezetett Halicsba, kikre hagyta az országot, és azok hogyan tevékenykedtek az alatt. Ugye ez utóbbi témánál is a levéltári anyagot, különböző adományleveleket, különböző későbbi ítéleteket átnézve, mi történt az alatt, Bánkbán személyisége is nagy súlya szerepel. Tehát ugye ez mutatja azt, hogy igen nagy kapcsolatok vannak öntudatlanul is a múlt és a jövő feladatai között. Ebben látnám én az Ars Historica megfogalmazását.